Cici, az élet nem habosztorta, értsed már meg, te nem viselkedhet el így. Hogy lehet az, hogy te ágyba bedobod magad, azt csinálod, amit akarsz, ornyalásba vagy, Cici szeme, jó lenne, hogyha most már francia rugatnál. Az összes francia kutyai tempel van miatt a drága követő rajongó, én már voltam arra. Cici, idegbe, most megyünk a Szellora múzeumban, csak a pipitáskákat itt kell hagynom, Anna Mari nem jön, pölt. Ja, kézed el. Na, jó nézek ki? A hátágyban párnák közt jó pufa vagy. Elrakom a zaranyat. Képzeld el, hogy a Szellora múzeumban megyünk mindjárt, csak össze kell kapni magam. Ó, ide! Nézzek, ilyen jó az ágy. Fú, ez cipálni fogod, ez nagy kaniknak is jó lesz, megmondom őszintén, mert 160x220-as óriás ágyban van a Cilla, habtesttel bedobva. Na, a Szellora múzeumban fogunk menni, meg fogom mutatni Yves Szellora munkásságát. Olyan becsületrendje van a Yves Szellora, hármat csic kap. Az elsőt 84-ben François Mitterrand francia elnöktől, aztán 99-ben is kapott egyet, és 2007-ben. Viselkedj rendesen, Philipsnek köszönheted, hogy nézheted a pupos Cilla sztorikat. Ciszke, mit működöl? Gyere csak ide, testedet ide. Sanyika az mindjárt olyan féltékenységben. Jézusom, hoztam fényvédőt, tudod, amit mondta. Jézus! Nem kell, ne, meg is szépbe vagyok, percig nem. Várjál, nézzek, van egy ilyen skin cuticles, és egy nagyon jó ez a táska. Be kéne okizni neked, mi, hogy kapjál, te is cipálnád. Várjál. Kapaszkodja meg, remélem, hogy itt van a izé, a fényvédő, mert anélkül nem megyek sehova. Várjál csak. A izé itt van, jó, a ferulik, az itt van, azt hoztam. Fényvédő, a izé is itt van, a krém, a városiasz a Cilla, és hol van a fény... Mondd, hogy itt a fényvédő. Vagy Anna Marina? Hát te, hát én mindjárt fölrobban. Hol a fényvédő? Te, anyámnál van. Mindegy, ez a lényeg, meg ez. Egyelőre nem merem neked beígérni ezt a kis neszeszer, de megpróbálok valamit okosítani, de ez maradjon köztünk, Léci, senkinek ne beszéljél erről, ne meséljél, de nem... Anna Mari, nézd, ez vonul, mit gondolt? Nézd, itt a küllő, ott az Anna Mari, Cici, nem tudom, várjál, maradjon köztünk, érted? Mert Ibolyától kérdezed meg mindig, hogy mi van velem, érted, ez a baj... Itt látja, hogy videózom, de egyáltalán nem érdekli. Nekem az élet megy tovább. Figyelj! Arra gondoltam, hogy ezt a kis Skin Cuticles-es táskát, itt a termék, ki kéne sorsolni egyet. Lehet, kisorsolom saját magam, nézd, ezt föl tudod akasztani a hotelba. Kis zsebek, itt is zseb, ott is zseb, itt is zseb, hátul is van egy zsebje, bent is ott is van egy zsebje. Szóval ez egy zseni táska. Ez neked kéne. Figyelj, ha beintézek egy sorsolást, ha nem, akkor meg ezt kisorsolom, esküszöm adom követőnek rá, én csak használtam. Ennyit tudjál róla. Követő rajongó, megőrülsz, megőrülsz. Várj, be kell rongyom, már kettőre van a időpont, már készek. Na, figyelj, de Rolcsis a Cilla, ugye? Most közösségi rollerre jöttem, mert ugye nem fért már be a kocsival saját, sajnos. Képzeld el, hogy tőled volt egy baleset. Na, kitalanul szavaztak. Szavaz anyukám, mint nálunk a lakógyűlés. És akkor beszírtak, és azt mondták, hogy takar rollernak, be kell títani a kormányt, títsa be a rollert. Na, nem tították be. Viszont a közösségi rollereknek a használatát, azt levették a sebességet. Eddig ilyen 25-tel lehetett rongyolni, anyukám most így. Hát ilyen nyugdíj, ahogy a nyugdíjasok be akarták títani, ilyen nyugdíjas sebességbe rollizol. Hát nem tudod elképzelni. Ja, itt a Szellora múzeum. Ja, mert ide jövünk, figyelj ide. De amit én akarok neked mondani, ez egészen más sztori. Nem most mondom el a végén. Elmondom a Szelloránról, amit neked tudnod kell. Hol született, mit csinált apja, anya nevet, stb. És akkor jövök, várja, tartsad. Akkor itt kezdtem egy percén, hogy majd sutyiba vagyok, sutognom kell. Nem, egy pár dolgot is Szelloránról. Tudod, ki volt az egyik múzsája? Hubert de Givenchynak, ugye Audrey Hepburn, neki meg Catherine Deneuve, nem egyszer volt az, hogy a Catherine Deneuve késett egy-egy bemutatóra nekem, nem indították el, azt mondta, hogy a kis Katikát meg kell várni. Na most, amit neked tudtam, nekem így az Yves Saint Laurent-on, La Collection Photographique s'Expose, ki, popos, 1936-ban fog megszületni Yves Saint Laurent, vagy így született már, nem fog, hanem már túl van rajta, jó pofa vagy. És Algériában születik, akiket egyébként úgy hívtam franciául, akik visszatelepednek majd Franciaországba, amikor ugye függetlenek kiválnak a gyarmatok. Úgy hívják őket, hogy Pied Noir, azaz
egyébként megnézheted, hogy ki fotóztam meg egyáltalán, hogy még a... A lényeg az, hogy elkerül, most nem tudom, az évszámokat hagyjuk, de elkezd Christian Dior-nál dolgozni, és már 21 évesen ugye meg fog jelenni az első nagy kollekciója. Egyébként oda van leírva, nézzem, azt mondja, 55-be kezdik. Elkezd dolgozni, hát ott Christian Dior-nál, már nem ők magyaráznak. Az a Christian meg benne van a kép, egy pedig nem aggódott. Hát jó, nézd ki, eljünk el. Jó a száj. Nézd meg. Szóval 55-be kerül Diorhoz, és akkor meg is jelenik majd az első kollekciója, ami nagyon sikeres lesz, amit Christiannél látod, 1905 és 57 között alkotott, az a Lintrapez. Na és akkor a később összeismerkedik, ugye 58-ba jön össze, halál előkelően 58-ba összekerül egy Pierre Bergével, aki ezt az üzlettársa, meg az élettársa is lesz a haláláig, és kiveszik ugye a részüket a melóból. És aztán, na ez egy nagyon, na nézd meg, ez egy nagyon autentikus ruhája. Van egy Ripkov nevű tervező, aki ugyanezt a motivumot használja. Ez nagyon megy, ez a Tullio Saint-Tropez-ba is ment, itt van Saint-Laurent, nézd meg, a legnagyobb top modellekkel dolgozik együtt. Tehát a lényeg az, pardon, tanulom, nézd meg, itt van, hol egy ilyen jó kis rajz, halál előkelő, látod, Saint-Laurent. Jól néz ki egyébként ez a palota, ahova most behúztam a követős rajongot. A lényeg az, amit akarok neked mondani, mert én csak tartsad már a vonalat egy picit. Na itt van, látod, itt mondom neked, nézek, csak top modellek, csak szuper modellek, és itt van ugye Catherine Deneuve, ez a kép kérlek szépen, nem tudom mikor, 87, az ő Musée de l'Hermitage Saint-Pétersbourg, komment. El tudod képzelni, jól nézünk ki. És akkor itt van, hogy 58 Pierre Berger, aztán ugye Premier Maquette pour le Ballet, Cyrano de Bergerac, Valás úgy vagyok, szerintem mit szólna hozzá, hogyha hallana? 61, ugye, az ugye egy meghatározó évszám, ugye, Création de la Maison de Couture, akkor alapítja meg, függetlenné válik Diortól, megalapítja a saját házát. Lényeg az, hogy ugye úgy indul az élete, hogy egy nagy, már befutott divattervező Christian Dior elkarolja őtöt. Érted? 62 premier collection Yves Saint Laurent présenté le 29 janvier selon le magasin de azt mondja, Meyer Couturier de Puchanel. És ugye kijelenték, nézd meg, hogy a Life magazin azt mondja, hogy Chanel óta az egyik legtehetségesebb divattervező. 64-ben kijön az első parfümje, látod, az Ivre, ez az Y, utána kijön 71-ben a Bourbon, majd az Opium, a Kouros, a Paris, a Champagne, amit átneveznek 96-ban, Ivre szépen a Champagne bepereli őket, hogy ezt nem lehet használni, ezt az autó Champagne, no, jön a bőr, anyukám, jön a bőr. 62. découvert de Marrakech fil dans le cadre de akkor ugye megcsinálja ugye a Marrakech, és itt létrehozza a lívkost, tudod, a bal oldal, a szájn, a bal oldal, a mázán popos. Aztán jön, amikor én születtem, nézd meg, ezt a Lassion de la Maison de Couture, és megnyitja ugye az első házát, itt, ahol állsz, ebbe az öt szám alatt a Marceau, vagy ez az. Na, nem nyilván. Fordítatja. Jó, nem tudok fordítani. Azt mondja, hogy az Avenue Marceau, ez a ház, most az anyád úristen, itt az ötszám Avenue Marceau, itt van a divatház. Ez volt az Yves Saint Laurent-nak a divatháza. És akkor ugye aztán nézek Fondation Pierre Berger, Gigi, és 17-ben az olyan DC de Pierre Berger, à l'âge de 86 ans, meg a meghalt Pierre Berger, ouverture de deux musées, és akkor megnyitják ezt a múzeumot, meg Marrakesben is megnyílik a Saint Laurent múzeum, de most gyere tovább, most ezt itt láttad, gondolom, egy szót nem értettél megint belőlem, mert csapunk a cíla, de ezt tettem el, megszoktad. Gyere, anyukám, biztonságos, a kanillátok, mármint, hogy biztonsági. Nézzük, ulala, és jövöl tovább. És te most látod a kollekciót. Egyébként nagyon mindjárt elmondom neked, amit én tudom, nézni. Ezek az abszolút egyenes vonalvezetési ruhák. Egyébként nagyon meghatározó. A francia kultúrát rettenetesen meghatározó.
meghatározza maga a divat, tehát nem véletlen kapja meg, hogy a 99-ben, 84-ben vagy 87-ben megkapja az első becsületrendet, aztán a másik, honor de la chevalier de minden, amit akarol, és aztán 2007-ben is kap egy becsületrendet. Tehát a divat az a kultúránk egyik legfontosabb kifejezési eszköze. Ez egy művészet, egy alkalmazott művészet. Na, itt vannak a sápok, látod? Így kell, anyukám, a vintage stílus. Azt mondja, hogy zsübzsít, ensemble de jour. Tehát ugye a hétköznapi, az elegáns hétköznapi viseletet teremti meg. Ugye Coco Chanel, tudod, milyen hideg van itt, anyukám, kockára fogyok. Coco Chanel, aki ugye ezt a petit noir kis kosztümet alkotja meg. Yves Saint Laurent meg a nadrágot hozza be a női divatba. Tehát itt most ilyen, ez az ensemble, az azt jelenti, hogy ensemble, hogy együtt. Ez egy együttes, látod? Tehát nagyon meghatározó. Egyébként ezzel kapcsolatban fogom mindjárt fölírni a figyelmedet, mert van egy lehetőség, hogyha te divatolnál, hogy mit lehet abból kihozni, csak addig arra kérlek, hogy tartsd már vonalat. Azt mondja, form, pure form. Ja, itt van angolul. Most ez így, hát ez majd lenne magadnak, érted? Ezt el tudod olvasni. Egyébként ugye a geometriai formákkal is játszik Yves Saint Laurent. Nézd meg, ezt például itt látom. Amíg mondom, a Ripkoff, ez egy kanadai tervező ruháiba visszaköszön, vagy lekombítja Saint Laurent. Figyelj, most megőrülsz, megvadulsz, ez nézd meg. Form et couleur. Látod, a színek formája. És látod, ezeket a geometriai vonalakat használja. Végig egyszerűen. Anyukám, Silke Wessel. Hát ne jöjjtsd, kegyem. Nézd meg, ahogy megtöri a feketét, ugye egy ízével, egy sárgával. Egészen halad, fesőmbe vagy. Ez itt tartott el fesőm, és nézd meg ezeket a kiegészítőket. Pardon, merci. Bárja más egy testvéranyáimat, szintén tudatkoztolgatom. Nézd meg, vagyok őket. Ez halad divatban vagyok. Nézd meg, ez például egy klasszik szellorarú, egybe rövid, tért fölött, modern, franciás, és itt ugye azért azt kell tudnod, hogy ez a kollekció 1965, tehát ez a 60-as éveket vegyed alapul. Ez nem a trapéz kollekcióját, amit 50 valamikor van. De például nézd meg ezt. Nézd meg ezeket a kiegészítőket. Ezek mind hozzátartoztak, ugye Yves Saint Laurentnak, ugye az alkotásaihoz. Annak idején, hogy nem volt nagyon, én úgy tudom, hogy stylist, anyuk, ő volt a stylist, betervezte, és ő stylingolta be. Érte, kocka a fején, taka. És itt vannak ugye a tervezőnek a rajzai. Yves Saint Laurent ugye, hogy megalkotja. Egyébként nagyon jóba volt Karl Lagerfeldtel, a német kannibal. Hát, nem tudom, hogy ezt ki tudom kimerem-e mondani, mert lefolíozzák ezt az egész épületet, anyukám, de hát az az igazság, hogy Saint Laurent meg Perse, az zsontoszolt, together, tudod, ensemble. Hát szóval LMBT-kuszok voltak, érted, melegeckék voltak. Nézzük a terveit, és itt már a terveknél megjelennek a színek, és ugye ehhez passzolnak, anyagokat fog hozzátűzni. Egyébként ezeket a típusokat hívják, úgy tudom, kollázsnak, érted? Szóval azért ez egy igazi tervező volt, nem olyan, mint a mi Szellonon. Várom, bocsánat, ezt meg nem akarok rosszat mondani senkire, érted? De Csubi azt nagy tervező. Nézzek, ez is milyen jól néz ki. Nézd meg, egészen elképesztő. Igazi kreatív elme volt Saint Laurent, és nagyon érzékeny volt egyébként, ha jól tudom, egy eléggé bántalmazott gyermek volt az édesanyja által. De ebben nem vagyok biztos, hogy várjam. Jó! Nézd meg, nem kiengedtek itt. Még várjam meg itt, ahol nem vagyok, jó, gyere csak velem. Talán ezt a kardiotászom kirántanám a patikámból egy pillanat. Szegény Gideon anyukám, ez a Svájcban van. A Svájcban. Noir et blanc, dessiné la forme. Na most jönnek a fekete-fehérek. Tehát nézd meg. Semmi nem kell nézni. Látod ezt a vonalvezetést, az eleganciát. Ugyanakkor modern, például nézd meg ezt a fekete kabátot. Látod? Egy úgynevezett Saint Laurent puvicek itt látottól. Látod? És kérlek szép, és nézek, az egy nerc. Az egy nerc kabát. Kamer.
itt nézd meg ennek a kollekció. Így néz ki a teljes kollekció. Ezt fogják majd bemutatni, kérlek szeretettel, és a legnagyobb tisztelettel. Mindjárt megnézzük, mikor fogalmam sincs. Így van, ez a kollekció, az a kollekció Christian Dior Haute Couture. Haute Couture, a 1950. Tehát ezt a kollekciót előre megtervezi 55-ben. Kollekció, az a nyelv, kollekció Yves Saint Laurent Haute Couture Printemps Été 1963-2000. Tehát, hogy ez ugye a Printemps Été kollekciója. Valami, nézd el. Már mondja, hogy rökülézni kell, imádom, nem indulok ott. Nekem kéne ott ülnöm. Nézd meg Szellorannak a terveit. Azt mondja, Papillon, látod, az ott van nálunk. Szenkonszenkült a Papillon. Yves-Laurent Paris, nézd a sapót. Egyébként tudod, majd nézd meg, hogy Givenchy, Hubert de Givenchynak volt az a, mi lehajlott a fején, hogy az ott Hepburnnek a sapója. Notre Dame de Paris, asszonya, a mi asszonyunk Párizsban, oda néz. Na, és itt, na látod, ezt a megnézed, keresi rá Modrianra, a festőre, ez onnan van motiválódva, érted? Motiválódva, inspirálódva, de ne jobban beszélek, mint az a bárki. Pardon. Le studio, anyukám, a tervező, itt tervezett Szelohan. Az egész birodalom mindenáltal az itt lett megtervezve. Amit nagyon fontos még tudni, azt el kell, hogy áruljam. Ha nincs Pierre Berger, Berger Péter magyarul, akkor ez a divatán sose lett volna ilyen hatalmas, mert ugye az egyik az egy rendkívül tehetséges tervező volt, a másik meg egy rendkívül jó bizniszmen, szóval a kettő azért az nem ugyanaz. És akkor itt gondolom, egy zuhany, egy izért, tudod, egy lift, itt elment piszélni, itt voltak a könyvei, érted, halálba tervezve, azt mondja, 1925, hiver, 25-26, idén, tehát, hogy tél, nyár, szippoltam egy pillanat alatt. Hát igen, mert összefoglasznám a cuccait. Tudod, a ceruzájára rá, de úgy irítlem, hogy ilyen készügyessége volt. Anyukám a cél, hogy egyenes vonalat nem tudod húzni soha. A görbét, igen, ferdét még inkább. Merci. Hát ott mondta, hogy szívesen, Dari volt, ott ültik el. Na most, amit akarok mondani, az most jön a lényeg, jó? Csak gyere velem, ezt mindjárt megpihenünk valahol. Ez az egész épület volt a Maison d'Yves Saint Laurent, tehát az Yves Saint Laurent ház, tudod? Ez egyébként divatháznak, és ez volt az egész. És mondom, Pierre Berger, mikor meghal, akkor alakítják ki ezt a múzeumot. Egyébként Saint Laurent temetésén mindenki ott volt. Volt Yves Saint Laurent és a műzé, ez mondom a 5 izébe, Avenue Marceau-ba el tudod jönni, meg tudod nézni. De hogy mi miért jöttünk el ide? Figyelj ide! Tudod, ki volt az első nagy divat, Eric Person? Tudod, aki ilyen a rabja volt a divatnak? Nem más volt, mint Marie Antoinette. Te már akkor is nagyon ment a divat, anyja le is úrta, Maria Terézia, Kammen. De a divat az nem szól másról, mint az önkifejezésről, mint a kultúránkról, mint az, hogy megvalósítsuk önmagunkat, hogy akár forradalmat is csináljunk. Ez egy nagyon fontos eszköz, és ezt te irányíthatod, érted? Tehát ebbe te részt vehetsz, hogyha van benned tehetség. Nyilván az a jó, ha elvégzed a pupos iskolát, de ha benned van a tehetség, bekerülsz egy olyan emberhez, mint ahogy Saint Laurent, aki hátránnyal indul, hiszen hátránnyal indul Yves Saint Laurent, tekintve, hogy ugye egy pienoár Algériából jön át, ugye, és mégis észreveszi őt, kérlek szeretettel, Christian Dior, és megteremt, és megcsinálja az első kollekcióját, és sikeres lesz. Na és itt jövök én, amit neked akarok mondani, hogy a mai napig, sőt Magyarországon is, ugyanígy elmehetsz és fölfedezhetnek, hogyha érzed magadban az erőt. Következő van. Indul most a Szájosznak, most nagyon kapaszkodol, indul most a Szájosznak, egy rendezvénye. Tudod? Éppen indul a Szájosznak a rendezvénye, a Szájosz Fashion Show, ahova te tudsz jelentkezni.
Hát a Yves Saint Laurent, ugye Isten nyugasztalja, már nem tudja elbírálni a te munkáidat, viszont a Nubunak az alapítója és a vezető tervezője, Garam Judit, fogja elbírálni a munkáidat. Tudod jelentkezni? Van főnyeremény. Az első löketet meg fogod kapni, érted? Tehát kapsz 3 millió forintot, ugye ez lesz a főnyeremény, de az összes részlettel kapcsolatban nem engem hívogatol, nem engem kóstolgatol, főmegy el a weboldalra, érted? Te főmegy el a weboldalra, és ott megnézed és elolvasod. Én most mindent be fogok ide lökni, be fogok neked teggelni. Neked is ott a lehetőség. Azt mondta a nagymama, most kapaszkodj, a Jóisten mindenkinek lenyújt egy mézes madzagot, föl kell ismerned, és meg kell ragadnod. Ha ezt a gondolatot akarod tovább hallani, akkor olvasd el a Cilla könyvét. De érted? Szóval ott van a szájosz, aki pontosan ezt mondja, hogy igenis a fiatal tehetségeknek lehetőséget kell adni, mert ezek nem tanulható dolgok, hanem ez a tehetség, ez önmagunkból fakadó dolog, és erre kapsz lehetőséget most a Szájosztól. Úgyhogy lököd be magadat, föllököd magad a weboldalra, elolvasol mindent, augusztus 1-ig kell leadnod a jelentkezésedet. Nincs sok idő, egy kis kollekcióval, de a feltételeket olvasd el, és utána, ha kérdésed van, akkor a Szájoszt kóstol, ne engem, jó pofa vagy anyukám. Hát csak el akartam mondani, Saint Laurent-tól kezdve anyukám minden van, pupos vagy, jó van. Ne féljél jelentkezni, jó? Takar.